Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Ulander vagyok, és long darkozni fogunk, ugyanis miért is fogunk? Igen, most hirtelen annyi minden történt, hogy elfelejtem, azon gondolkoztam közben, hogy hogy tudom elővenni a fákjamat, de így. Szóval long darkozni fogunk, ugyanis azt mondtátok, hogy milyen király vár ez a játék, és hogy lehetne ebből a sorozat, úgyhogy van. Jó, ezt elveszük, és tök jó, meg minden nagyon király, úgyhogy indítunk egy Long Darkos sorozatot. A kérdés viszont az, hogy pontosan hogyan szeretnénk ezt a Long Darkos sorozatot. Itt nagyon jöttetek, hogy jaj, ne hardcore, már pedig egy sorozatnak valamikor végének kell lennie. Na most két dolog létezik, mármint kétfajta megoldás létezik most ez ellen. Elviszünk egy csomó könyvet. Egyrésztől az, hogy megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy 10 rész a sorozat, és utána újra tárgyaljuk, hogy akkor pontosan hogyan legyen, tovább folytassuk-e, vagy ne folytassuk. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogyha metál lámpa, ezt nem akarjuk szíteni. A másik lehetőség pedig az, hogy melegszek föl, az tök jó. Szóval a másik lehetőség pedig az, hogy kijelöltök valamilyen célt, hogy mit szeretnétek, hogy elérjünk a játékon belül, és hogyha azt értük el, akkor fog véget érni a sorozat, de valamilyen véget mindenféleképpen ki kell tűzni, vagy valamilyen célt mindenféleképpen ki kell tűzni a sorozatnak. Rendben van, ezt itt szét tudom szedni, és akkor abból anyagok, ahan 3 darab ruha anyagot tudunk belőle kiszedni, azt viszont nem szeretnénk. Egy pillanatra eloltam a fákját, most nem kell, és azt hiszem, hogy egy kicsit a szomjúságomat szeretném, éhségemet szeretném feltolni, és lement a levegőnek a hőmérséklete, ami pedig szintén nem jó, úgyhogy kezdjük első lépésben a ruházkodással. Méghozzá én szeretném akkor felvenni ezt a kesztyűt, így né, mert ez ad pluszba hőérzetet, illetve van itt egy ilyen sapka 0,4 és 0, illetve 0,6 és 6, ez viszont tök jó, hogyha kicsit szűrjük tartóság vagy állapot szempontjából, akkor látszik, hogy a nadrágunk van a legrosszabb állapotban, ez itt 53%-os, téged meg tudunk varni. Kérdem én, fél órába telik megvarni 80% eséllyel, és 40%-ot tudunk rajta javítani, tehát ez 93%-ra menne föl, hogyha ezt itt most megvarnánk. Kérdésünk az, hogy mennyire fázunk. Továbbra is megy le a hőmérsékletünk, szóval ezt itt lehet, hogy nem ártana, és tényleg mivel ő van a legrosszabb állapotban, mert nem ő, hanem ez a nadrág, ezért szerintem én ezt meg is varrom gyorsan, még nagyjából 11 óra napfény van hátra. Oké, ezt megvartuk, és most akkor fölment 93%-ra, és egy kicsit több hőt ad. Így van, hogyha megnézzetek, akkor most már beálltunk pluszra, és ez a plusz hőmérséklet pedig pont elég arra, hogy most fölfelé melegedjünk, és ne hűljön tovább a testhőmérsékletünk. Egy másik sapka, egy másfajta kesztyű, ami kérdés egyébként, ez a kesztyű. Ez a... micsoda fénybugok vannak itt a háttérben. Ez a másik fajta kesztyű, ez 1,4-0,7, ez pedig 0,... ez a kesztyű kell, ez jóval jobb, mint a másik. Úgyhogy így most már 6 fok a hőérzetünk, ez így teljesen jó. Ajtós szekrény kinyitva, ajtós szekrényben viszont nincsen semmi. Most egyelőre azt tervezem, hogy ezt a kis házat kellene nyilvánvalóan átnézni, mindent jó körbejárni, a WC-ből tudunk vizet venni, eléggé gusztustalan. Itt pedig egy néjunk szett, vagy nészett, egy varrókészlet, szóval... Ja igen, szóval ezt a házat kellene nagyjából átnézni, hogy pontosan mi leledzik benne. Nyilván fel lehetne tölteni a készleteket, tehát lényegében kirabolnánk ezt a házat, aztán utána... vizes palack, az tök jó. Tehát lényegében kirabolnánk ezt a házat, aztán utána pedig mennénk tovább. Én nem ezt szeretném, hanem ezt szeretném felvenni így. És hogyha megnézitek, akkor a bal alsó sarokban már látjátok is, hogy vagy látszik is, hogy elmúlt a... hideg brázásom, tehát most már nem fázok, úgyhogy innentől kezdve szépen lassan szerintem majd neki fog állni kutyakaja, szépen lassan szerintem neki fog állni a karakteremnek a állapota regenerálódni, ami meg hát nyilvánvalóan mindig jó. Oké, disznóhús babbal, az teljesen jó. Lassan-lassan majd ennünk is kellene egyébként, nem
felejtettem egyébként el, tudom, hogy az előbb, amikor ott az ajtóban megálltunk, palasznyitó, vagy konzervnyitó, szóval amikor az ajtóban megálltunk az előbb, akkor... Basszus, kifogyott a fák jelz, viszont nem jó, szóval amikor az előbb megálltunk az ajtóban, akkor tudom, hogy egyébként még enni is akartam, csak utána elterelődött a figyelmem. Mi van ott? Tűzifa, ez jó, valamint ott látok még egy ilyen gyújtóst is. Egyébként sikerült az előző részt annyira felvennem, hogy én itt sírtam nektek, hogy jaj, nem látni egyébként semmit, meg hogy ti se láttok az egészből semmit, mármint a fényerőről beszélek, és sikerült annyira felvennem, hogy igazából csak én nem láttam semmit, ti meg tök jól láttátok dolgokat. Jó, na nézzük, hogy megint... ugye sorrendben raktuk itt a dolgokat, 25%-os, hát próbáljuk meg megenni. Nézzük, hogy betegek leszünk-e tőle, úgy látszik, hogy nem lettünk tőle betegek. Jó, a paradicsomlevest azt majd fel fogjuk melegíteni. Itt ezt a szódát is megisszük, tehát nyilván ezeket a rossz állapotban levő dolgokat inkább együk meg, meg ígyuk meg, mint hogy bránk romoljanak, és tehát ugyanúgy kalóriát ad, meg ugyanúgy mindent ad, szóval ez így tök jó. Itt látjuk egyébként azt a súlymennyiséget, amit el tudunk magunkkal cipelni. És már megint csak egy fok a hőérzetünk, ugye megint szerintem kifogyott egy kicsit, vagy nincsen fáklyánk, és ugye így más a situation. Szimpl, egyszerű nyíl, azt hittem rá, hogy fáklya, de nincsen több fáklyám, igaz? Mármint, hát nyilván vannak ilyen fáklyák, de ezeket nem akarom felhasználni. Jó! Lehet, hogy akkor most azt fogjuk csinálni, de lenne értelme tüzet gyújtanunk? Szerintem annyira nem lenne értelme tüzet gyújtani. Mármint, hát mondjuk technikailag fát tudnánk kivenni a tűzből. Az arra pedig nyilván jó lenne. Meg adna egy kis meleget is számunkra, szóval... Hát, na jó, rakjunk tüzet. Hogy kellene tüzet rakni? Nézzük, hogy mennyi esély van. 71%, hogyha könyvből akarom, akkor 91% van 4 könyvem, de hogyha jól emlékszem, akkor a könyvet... Nem lehet szétszedni a könyvet. Jó, akkor viszont gyújtsuk meg könyvvel. Újságpapír, gyújtsuk meg ilyen sima gyújtóssal. Oké. Na, nézzük, hogy... Reméletileg, hát ugye 91% esély az eléggé nagy esély arra, hogy sikerüljön meggyújtani a tüzet. És hogyha az megvan, akkor szerintem belerakunk egy fát, egy ilyen régi fát, egy ilyen, nem tudom, hogy ebben a fordításban hogy van, egy ilyen állt holcot, amit ilyen berendezéseknek a lebontásából kapunk, és azt szerintem fákja készítésre fogjuk elhasználni. 52-re nőtt a tűzgyújtási képességünk, ugye most 11 percig tud így égni a cucc. Oké, a fákját azt beledobjuk, az már úgysem kell, és akkor én ezt a fát akarom beledobni. Ez 39 percre elég, lehet, hogy még meg lehetne melegíteni. Vagy vegyünk ki először egy fákját, mert szerintem az fontosabb, így. Jó, ezt oltsuk el gyorsan, 17 percre el... Ne gyújts meg! Csak én csak szeretnék rákattintani, és próbáljuk már meg gyorsan ezt a paradicsomlevest felmelegíteni, nyilván a konzervnyitóval felnyitjuk, remélhetőleg egy 10-15 perc alatt fel fog melegedni, és akkor utána nyilván, hogyha a meleg paradicsomlevest fogjuk megenni, igen, ez így most egész jól hatékonyan ki lett használva ez a tűz, szóval hogyha meleg paradicsomlevest esszük meg, így van, forró, oké, megesszük. Jó, akkor egyrésztről felment az éjségünk, illetve látjátok, hogy egy ilyen buffot kaptunk, aminek a hatására pedig fel fogunk tudni. Nem ez, hol van a fákja? Szóval ennek hatására pedig hosszabb távon nagyobb a hőérzetünk, és jobban tudunk melegedni, és ez nyilvánvalóan eléggé pozitív dolog. Nem ez a nyíl, ez is egy nyíl, hol van az a... Hé. Ne szórakozzunk egymással, az előbb kiszedtem egy fákját. Hol a francban van? Ne szívass, hogy eldobtam volna. Azt ott valamiért, azt tuti, hogy eldobtam. Nézzük csak, hogy... És nincs itt a fákja. Tehát nem tudom a tüzet a fákjával táplálni, gyújtsunk egy gyufát, tehát a földön sincs. De, ott. Itt van a fáki, jó. Akkor viszont most egy darabig egy gyufával itt eladjuk a házat, szóval egy darabig egy gyufával fogunk most járkálni. Ezt ott átnéztem, asztal nem érdekes. Sőt, lehet egyébként, hogy ez a
gyufás megoldás, az nem is rossz, bár mondjuk 5 darab gyufánk van összesen. Na, gyorsan akkor próbáljunk meg felszaladni, és nézzük meg, hogy itt az emeleten esetleg van-e valami érdekes, egy autós játék, egy asztal, egy másik fajta asztal. Hó, itt van valamilyen. Na jó, szerintem meggyújtom egyébként a fákját. Jó lenne egyébként gyufát is találni, mert eléggé kevés van. Szóval ott volt valami, amit majd mindjárt meg... És kérésem a játék számára parancs, már ott is voltak a gyufák, az teljesen jó. Na nézzük, ezt a kis fiókos szekrényt is kihúzzuk, átkutatjuk, és megint gyufa. Jó, úgy tűnik, hogy most akkor a gyufa hiányon sikerült egy kicsit felülkerekedni. Mi a franc? Ja, ez egy tévé a képernyőjére borulva. Oké, kis asztalt azt nem szeretnénk, az is egy étel, ez meg ilyen füstölt marhahús, ami egyrészt finom, mármint gondolom, másrészt meg nyilvánvalóan tápláló, meg sokáig eláll, mert nyilván füstölt hús. Jó, oké, ez a szoba az készen van. Itt erre felé, hány szoba van itt? 1, 2. Jó, akkor kezdjük ebben a szobában. Milyen félelmetes lenne már, hogyha így én nem tudnék arról, hogy ebben a játékban vannak szörnyek. Mármint tudok róla, hogy nincsenek, de hogyha így hirtelen csak így random valaki a nyakamba ugrana, az eléggé félelmetes lenne. Ez valamilyen gyapjú nadrág volt, amit most találtam. Hol van? Itt. 0,0. Ez, ja igen, ezt javítottuk meg, jó, ez ilyen alsó nadrág volt, szóval ennél jobbunk van. Oké, ezt felvesszük, asztal az nem érdekes, könyvet azt nyilván visszük, a fiókos szekrényt pedig kihúzzuk, megnézzük, hogy mi van benne, úgy látszik, hogy semmi, illetve egy ágy. Hopp, ez pedig puska, te furán nézett ki ez a... felállás animáció, most nem tudom újra elővenni, de egy pillanatra így nem, megszűnt a legugolás, és majdnem álló helyzetből visszateleportáltunk guggoló helyzetbe, kicsit megakadt a animáció, abban pedig nincsen semmi. Jó, akkor már csak 2 szobánk maradt mindösszesen, és abból az egyik az WC, ugye nyilván nem győzöm hangsúlyozni, hogy a WC az azért jó, mert lényegében egy ingyen vízforrás, tehát nem kell arra fát pazarolni, hogy vizet szerezzünk, mert ugye lényegében ebben a játékban lényegében elmondhatjuk azt, hogy fáért veszünk vizet, mert tényleg ezt csináljuk, tehát az egyik nyersanyagot alakítjuk át egy másik nyersanyaggá, csak van hozzá egy ilyen történet, hogy vizet forralunk, de lényegében ugyanaz. Mondjuk a fa szerintem eléggé értéktelen, tehát nagyon sok fát lehet találni eléggé gyorsan. Oké, könyvet nyilván visszük, ott zoknik. Ezeket a ruházati eszközöket, meg nyilván azért jó... Sícseki! A ruházati eszközöket pedig nyilván azért jó elrakni, mert utána ezeket szét tudjuk szedni. Jó, és hát nézzétek meg, most hát teljesen már lassan már majd le kell vetközni. Olyan melegünk van. Na, akkor hogyan is állunk? Itt vannak ilyen büdös zoknéink, 0,7-et adnak, ezek meg csak 0,3-at adnak, ezek mindenféleképpen rosszabbak. Nyilván a She-Jackit azt vegyük fel. Ja, várjunk csak. 0,9 és 0,5, ez meg 0,9, 0,5, de ez 47%-on adja azt, amit ez 94%-on, tehát ez nyilvánvalóan jobb. 0,4, 0,3, 0,2, nekem milyen sapkám van? Oké, ez pedig pluszot ad, mármint nagyobb pluszot ad. Ez lenne egyébként tök jó megjavítani. 81%, 30%-ot tudunk rajta javítani 45 perc alatt. Szerintem ezt egyik varrókészlet, másik varrókészlet, jó, hát használjuk a már megkezdett varrókészletünket. Basszus, el kellett volna oltani a fákját, mert most 40... Igen. Igen, sajnos, mert most a fákja az így oda lett, ami egyáltalán nem jó, viszont most már megint jobban melegünk van, most már lényegében plusz 10 fokot tud rajtunk emelni az, hogyha van, mármint ezek a cuccok, amik rajtunk vannak, az nagyon jó. Következő kérdésem úgy az lenne, hogy van-e nálam itt a szerszámok között fűrész, van nálam fűrész, ami viszont technikailag azt jelenti, hogy mivel van nálam fűrész, van nálam viszonylag sok kaja, és a WC-kben van víz,
hogy most akár itt tudnánk egy kicsi ideig maradni, és hopp, itt gyújtsunk egy gyufát, most bal fölül látjátok egyébként, hogy megint van 43, szóval itt le tudunk menni, és egy kicsit itt a, hol van a konyha? Az itt van, nem? De, itt a konyha, jó. Szóval akkor szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy egy kicsit szét... ja, ezt csak baltával tudjuk szétszedni, oké, akkor ezt szétszedjük. Tehát egy kicsit szétszedem a berendezést, és megpróbálok fáklyákat magamhoz venni. Ebben, hogyha megnézitek, akkor ez még ráadásul gyújtóst is ad, meg egy csomó mindent ad, másfél órába kerül, és még nagyjából egy 5-6 órányi napfény van hátra. Oké, és valahol lennie kéne még egy gyújtósnak is, illetve ezeket valahogy meg lehet fogni egyébként, és arrébb lehet vinni, amit fogalmam nincsen, hogy melyik gombbal lehet. Holva lehetett az egy darab gyújtós? Na jó, igazából mondjuk tök mindegy. Jó, szóval lehet, hogy akkor most egy kicsit itt tudnánk maradni. És egy kicsit megpróbálni itt a készleteinket feltölteni, egy kicsit összeszedni magunkat. És most úgy tűnik, hogy igen, most már eléggé szomjas vagyok. Ami azt jelenti, hogy akkor igyunk egy kis ilyen szódát. Egyrésztről, másrésztről meg egyébként ihatunk vizet is. De a szóda az nyilván azért jó, mert ezek a cukrosítők, mert kalóriát is adnak. Oké, megittünk majdnem fél liter vizet, teljesen felmentünk. Illetve fáradtak vagyunk. Rendítsek, jó, szóval... ez fém, ja igen, és ezt tudjuk akkor szétvágni, és ilyen roncs fémet kapunk belőle, de arra egyelőre nincsen szükségünk. Szerintem ilyen roncs fémből ezt tudjuk a baltát tudjuk megélezni, így van, hogyha megnézitek, akkor ilyen scrap metal, vagy nem? Sharpen. Ja, ehhez ilyen csiszoló kő, vagy ilyen ez a kő kellene, amivel ezt meg tudjuk élezni. Jó, erre viszont nincsenek eszközeink. Rendben van. Szóval szerintem akkor most megcsinálhatnánk azt, hogy azokat a cuccainkat, amik eléggé, tehát amik mondjuk ilyen állapotban vannak, mint ez a sapka, ezek nyilván nem kellenek. Most mennyi idő van még egyébként a... Nagyjából még 5 óra, és fáradtak is vagyunk egy kicsit. Lehet, hogy azt csinálom, hogy mielőtt beállna a teljes sötétség, azelőtt felmegyünk ide az ágyhoz, hogy akkor utána már full sötétben is le tudjunk feküdni, szóval feljön, nem, ez a WC. Itt van így egy ágy, jó. Szóval ide feljövünk, és akkor most egy kicsit nekiállok, és ilyen ruha management dolgot fogok csinálni. Egyrésztről szétszedem azokat a felszerelési tárgyaimat, amelyekre most nincsen szükségem, tehát amelyeknél szimplán van jobb. Tehát itt ez egy alapgyapjú sapka, ez meg egy tokue, ami biztos jobb, mint egy alapgyapjú sapka. Nincs. Úgyhogy valószínűleg a alapgyapjú sapkákat szét fogom szedni. Nyilván amit ebből kapok alapanyagot, azt bele fogom majd építeni a sapkába, és tehát a mostani sapkába. Egyenlő megjavítom belőle a sapkát, és akkor én próbálom egyébként azt, hogy olyan jó védelmet kellene létrehoznom, tehát olyan jó ruházatot kellene létrehoznom, hogyha most majd kimegyek, vagy ebben a részben még, vagy a következő részben, akkor valószínűleg a következő részben, akkor ne fagyjak halálra. Tehát akár egy hosszabb ilyen kis kiruccanást is kibírjak, amit egyébként nem fogok tudni kibírni, de minden esetre legalább hozzá fog ahhoz segíteni, hogy egy kicsit tovább tudjak majd mégiscsak odakint lenni, és később álljon be az, hogy már annyira fázok, hogy elkezd az állapot lefelé roblani. És ez még az az utolsó kesztyű, amire nincsen szükségem. Remélem semmi jót nem szedtem szét, semmi olyat nem szedtem szét, ami értékesebb, mint ami rajtam van. És akkor szépen át nyilvánvalóan innen visszafelé, tehát a legrosszabbtól. Bár mondjuk még ezt is szét tudjuk szedni.
rációk, és ebből meg még kettő ruhanyagot is kapunk, amit tök jó. Szóval nyilván igen, és hogyha megnézzük, akkor egyre inkább sötét van, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb idő van már hátra a napon. Jó, egyenlőre a állapotunk az még billion. Na, és akkor szépen álljunk neki ezeket a dolgokat megjavítani, egy órába kerül, 40%-ot javítunk rajta, akkor pont fel is megy 100%-ra, úgyhogy ez szerintem mehet, és ez itt most pont tök jó hatékonyan kihasználtuk a dolgó, és nem sikerült megjavítani, ami azt jelenti, hogy most elpazaroltunk egy ruhaanyagot, meg 5%-ot a varrókészletünkben, hát mindegy, túléltük. Oké, 63-ra nőtt a ruhajavító képességünk. Oké, akkor szerintem most még annyit teszünk meg ebben a részben, hogy tényleg megpróbálok itt mindent feljavítani. Úgy tűnik, hogy egy javítással, és ez is elrontható, úgy tűnik, hogy egy javítással 5%-ot romlik a varrókészletünknek az állapota. Viszont cserébe nyilvánvalóan javulni fognak a javítás, választás. Jó, tehát nyilvánvalóan viszont cserébe javul a nő a varrási képességünk, és aztán így a végére egyre kisebb eséllyel fogjuk majd elrontani a dolgokat. Egyébként egy kicsit most belegondolva, az lett volna a legjobb, hogyha azt a paradicsomlevest az akkor eszem meg, mielőtt kimegyek a lakásból, mert akkor nyilván kintre tudott volna egy kis bónuszt adni, egy kis melegség bónuszt adni még a dolog. 23%, velünk csak. Nem, szerintem, sőt, szerintem most nem vagyok a leghatékonyabb, mert nyilván csak 100%-ig tudjuk feljavítani, de mindattól függetlenül tényleg jó lenne, hogyha hát a 88%-osokat pedig már nem fogom megjavítani. Ú, és most már annyira fáradt vagyok, hogy romlik lefelé az állapotom, úgyhogy még tök jó, hogy a ágyat itt hagytuk, hogy rá tudjunk kattintani. Viszont én most itt most elbúcsúzom tőletek, a következő részben alszunk, és szerintem akkor elindulunk tovább, megpróbálunk valamilyen másik kis házikót keresni, ahol újra fel tudjuk tölteni a készleteinket, újra rendbe tudjuk rakni magunkat. Úgyhogy még egyszer mondom, egyelőre szerintem akkor most alapszinten 10 részig tervezzük a sorozatot, és akkor utána majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, kivéve akkor, hogyha tudtok valamilyen jó ötletet, valamilyen jó célt mondani, hogy mit érjünk el a sorozaton belül, mert mint ilyen reális célt, nyilván nem olyat, amit 160 részen keresztül tudunk megvalósítani, mert akkor megpróbálhatjuk azt megcsinálni. Úgyhogy most búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, és én a legkövetkező rész, tehát a következő rész az most azonnal fel is fogom venni. Jobb oldalon felül megtaláltak a szokásos linkjeinket, a feliratkozáshoz, a következő rész, az előző longdarkos rész, az a longdarkos sorozatok a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, Hullander voltam. Sziasztok!